Sziasztok! Jövünk megint egy live-val. Most olyan dologgal jöttünk ide a srácokhoz, amit ők még nem tudnak, de én már tudok. Ugyanis tudom az official quali eredményeket. Hoppácska, én tudom az official quali eredményeket. Tegyék meg a tippjeiket, kedves urak! Remélem bejött, bekvaliztam, remélem. Én 17. lettem. Azt mondja, 17. lett. Hát figyelj! Az egyik nyert, a másik nem. Akkor én nyertem? Mármint mit? Mit a kvalit? Nem, hogy amit fogadtam, hogy 17. lettem. Annál jobb lettél. Te? Nem tudom, valahol gondolom az elejében, mert jó szerű volt. Jó szerű volt. Volt benne hiba bőven azért, de... Volt benne hiba, de jól éreztem magam. Hát figyelj, igazából csak egy kicsit hagytad ott megint az alkatrészeket ott a kanyarba. Ez ezzel jár, hát ott volt az ívem. Na. Nem akartad elvinni, olyan jól esett. De hogy veszem el, minek? Figyelj, igazából ez azért jó, mert a pontozóbírók úgy döntöttek, hogy ez nekik nagyon tetszett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megnyerted a kvalifikációt, úgyhogy gratulálok. Úgy de király, köszönöm. Lackó Ákos meg azért hívtuk ide. Tényleg 17. lett? Nem, vicceltem. Vicceltem. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó volt ez a verseny. Jó. Nem, egyébként harmadik lettél, kedves Ákos. Nagyon gratulálunk. És ki lett a második? Hát, ez nagyon izgat. Nektek elmerem mondani. De nem mondjuk el, mert akkor megtudhatja más is élőadásból. Úgyhogy mindjárt megkeressük az érintettet. Nincs internet Mária Pócson, úgyhogy nem tudják meg. De jó! Akkor viszont kimerem mondani, Erdős Gabi lett a második, és igen? Fester lett a negyedik, gyerekek. Szép eredmény. Nézd ki, van itt! Megjött a kvalifikációban érintett a második helyezett, kedves Gábor. Engedd meg, hogy gratuláljak elsőként a második kvalifikációs eredményet. Köszönöm szépen. Meglep az eredmény egyébként. Én hoztam a híreket, ez elvileg, nem tudom, nincs még kint, ugye, Mancs? Nincs még kint, tehát mesélj, örültél, jó ez így? Igen, főleg ahhoz képest, hogy én azért úgy nyilatkoztam a teljesítményemről a nap elejét tekintve, hogy gatya az egész. Ahhoz képest nagyon meglepett ez a második hely. A kvali után már éreztem, hogy nem rossz, hogy én ott egy ilyen top 5-öt talán mondtam volna, de az, hogy második, az arra tényleg az meglepett most. Gratulálok, egyébként Zamika nyert, és Lackó Ákos lett a harmadik, Fester pedig a negyedik lett, úgyhogy szerintem még megtámadjuk őt is. Veletek tartok. Velünk, na, hát keressük meg Festit, és közöljük vele a jó hírt. Gyertek, hát miért ne? Hát akkor már trollkodjuk szét itt a környéket. Egyébként meg... Ez live, ez annyira live. Nem, Mária Pocson nincs internet, de ha anyukád otthon nézi, akkor köszönhetsz neki. Oda egy bele. Szia, anyu! Így. Anyunak nincs Facebookja. De valaki van mellette, akinek van talán, nem? Na, hol a Festi? Keressük meg gyorsan. Én azt gondolom, hogy valahol ott a pálya szélén lesz. Hol? Motoron, Festit. Na, gyere. Fester, gyere csak ide. Gyere ide. Gyere csak ide! Már megint offroadozni volt? A franc egyen meg! Töltöttem fel a telefonokat. Hova? Mi? Az internetre? Igen, szerettem volna megosztani, amit videóltál közzétetti. Nekem tetszett. De nem bírtam, mert sajnos nem jó lefedettség. Igen, most ez nekünk szerencsés, ugyanis képzeld el, hogy a kvalifikációs eredményeket én hozom. Igen? Meg szeretném tudni. Na, akkor az van, hogy tippeljél. Hát nem tudom, 5-ben biztos benne vagyok. Reméljük. Jó, az 5-ben benne vagy, oké? Okay? Akkor pontosítsunk. Mit tudom én? Negyedik? Ön nyert, a negyedik lett! Na, az első, a második, a harmadik és a negyedik helyezett kvalifikáció. Hogy lesz tovább? Nem, csomagolunk, azt megyünk haza a picsába. Nem azért, mert azt hallottam, a két nullás kört ment, akkor az nem vett részt már a versenyben, vagy nem így van? Vagy mert hogy kevesen vagyunk, nem vagyunk csak 16-an vagy 15-en, akkor ki fog csatázni kivel? Szerintem valaki valakivel. Na, hogy van? Hát gondolom lesz egy normális top 16. De akkor, hogy akkor aki két nullás kört ment, akkor az is ugyanúgy bír versenyezni? Mert mivel, hogy kevés a versenyző. Én szerintem biztos, hogy megoldják ezt a pontozóbírók. Szerintem egy normális top 16-ra számíts.
Jó, vágjuk bele. De azért a negyedik hely nem olyan rossz. Nem. Hát én erre is gondoltam. Negyedik hely, így gondoltam. Jó, úgyhogy srácok, mindenkinek nagyon gratulálok. A további eredményeket én így pontosan nem tudom, én az első négyet tudom. Úgyhogy ezt kellett megosztanom veletek. Nagyon ügyesek voltatok. Mennyi szerintem még egy pár kört, vagy keresél valami dagonyát, vagy valami... igen, hallod, nagyon csinos vagy. Nézd meg, figyelj, hogy néz ki. Nagyon szép vagy. Tipikus Mária Pósi hangulat. Ugye? Volt dagonya. Kocsinak eltüntettük konkrétan a hátulját. Hova tetted? Fönnmaradt a falon. De miért nem akarod hazavinni, vagy mi? De szatyorban. Tudod miért jó? Nem lesz túlsúlyos a tréler. Nem, szatyorban össze fogjuk szedni, vagy zsákba. Be lesz dalálva, újra lesz hasznosítva. Fasz, a gyerekek majd összevarják, nem? Összevarják, így van. Valami, kábelkötegelő, power tape. Már nem foglalkozok, nem adok az ilyenekre, úgyhogy megyek így, seg nélkül, lyuk nélkül, minden. Csak te vagy, Ferikém. Srácok, mindenkinek még egyszer gratulálok. Szerintem még szaladunk egy kört, megpróbáljuk kinyomozni a további eredményeket. Nagyon ügyesek voltatok. Mancs, mi meg tudjuk nézni szerinted a kvali eredményt a falon? Ki van rakva vajon? Mindjárt kinyomozzuk itt. Megrádiózza Mancs a többi kvali eredményt. De az is jó, ha beolvassátok. Jó. Még itt talán egy ember találunk, aki hajlandó. Nem, kettő embert megtámadunk. Gyere csak utána. Nem. Van egy nagyon jó ötletem. Keressük meg Utasi Petit, és kérdezzük ki egy-két dologról. Mit szólsz hozzá? Jó, gyere utána, Mancs. Megkeressük ezt a kis Petya gyereket. Remélem megtaláljuk. 11. Nagyszerű, akkor mindjárt megkeressük Utasi Petyát, aki biztos, hogy valahol itt lesz a környéken. Várjál, ott nem látom. Mindjárt megkérdezzük itt a Sanyikáikat, hogy hol van. Aha, jövök. Merre van a Petya? Utasi Peti. Ott sétált valamerre, arra. Elmenjünk utána, kinyomozzuk? Gyere, nyomozzuk, sétáljunk egy jót. Mert az előbb nem arra, előbb amarra láttam, de... Aha, az Angyal Peti! Az Angyal Petit megkérdezzük. Az Angyal Petivel ma még nem beszéltünk. Úgyhogy a versenyigazgatót megkérdezzük a mindenféle erről arról. Figyelj, jövünk és betrolkodunk nekik ide. Biztos valami hasznos információkat osztanak meg egymással. Nagyon dolgozik a versenyigazgató úr. A versenyigazgató úrt szeretném üdvözölni sok-sok szeretettel, Angyal Petit. Sziasztok! Peti, te mindig nagyon dolgozol a háttérmunkába, ugye nem nagyon szoktak téged látni, de téged csak a motoron lehet látni, ide, oda, mész, mint a mérgezett tegér. Ez így van. Hát én nem gondolom, hogy egy versenyigazgatónak nagyon szerepelni kell egy rendezvényen. Nekem első van az a dolga, hogy minden gördülékenyen, flottul menjen, és minden pilóta annyit tudjon menni, amennyit csak bír. Így van, de én most egészen másról szeretnék veled beszélgetni. Mert hogy van neked is egy drift autód? Ez övön alul volt. Van egyébként, igen, tényleg van egy gyönyörű E30-am. Bátran merem állítani, a mai napig benne van Magyarország top 5-6-7 E30-ában. Nagyon szép az autó. Több ajánlatot kaptam anélkül, hogy bármikor is árultam volna az autót. Meg az autóra is kaptál ajánlatot. Igen, erre gondoltam, az E30-ra így van. Amúgy egy jó kis egészséges, sima szívó V8, tényleg nagyon komolyan szétkönnyítve, egy komoly bodykittel, becsövezve. Most már inkább showkárnak mondanám, éves szinten egyszer-egyszer meg tudok vele mozdulni, többször nem nagyon. Jellemzően itt tavasszal, március, április, mikor a szezon előtt egy-egy ilyen vidéki edzésre elmegyek vele, és ott kicsit egy pár gumit elrugok, ennyi. Itt meg a szívem szakad meg mindig, de hát. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mikor ültél benne utoljára? Most márciusban egyébként szerencsére. Áttételt csere volt meg, a temesvári Peték kicsit rendbe hozták a motort, úgyhogy most elég egészséges lett. De hol vannak erről videók, vagy fényképek, vagy valami? Ezeket miért nem látjuk? Én erősen igyekszem azon, hogy ez ne derüljön ki, se a fotó, se a videó. Ugye? De miért?
Hát nyilvánvalóan az én pozíciómban és a driftének a felépítésével én már nem a vezetési tudásommal kell, hogy jeleskedjek, és nem akarom ezt a helyzetet, hogy a rendezvényt esetleg arról ítéljék meg, hogy mondjuk én hogy kezelek egy driftautót a pályán, ami nyilván nem túl fényes, maradjunk a középszerűnél. Én nagyon élvezem, de a mai mezőnyben ez már a streetnek a legvégére se lenne elég szerintem. Legyünk őszinték. Azért ezzel vitatkoznék, mert Csabesz azért elég ütős tudott lenni egy E30 V8-a, viszont azt gondolom, hogy a te autód az pont egy olyan autó, amit büszkén lehetne mutogatni egy-egyvel. Tehát egy pár kép, egy-egy videó, hogy megmozdítod, még megy a pont. Tehát itt nem az lenne a lényeg, hogy nagyszög, nagyfű, stb. Just for fun. Egy darabig csináltuk ezt, és hordozgattam az autót még a saját rendezvényekre is, de hát versenyautó nélkül is gyakorlatilag estére rottya vágom magam, úgyhogy inkább ezt letettem, hogy ilyenkor autózzak. Úgyhogy marad ez az évi egy alkalom, és akkor próbálom összegyűjteni az élményt belőle, és ez általában kitart decemberig. És akkor szó szerint just for fun. Így, szó szerint. Peti, köszönjük szépen a kis rögtönzött interjút, és nagyon szépen szeretném minden drift versenyző nevében megköszönni azt a sok-sok mindent, amit te itt csinálsz a háttérbe, mert ugye ezt nem sokan látják, hogy verseny előtt, verseny után rengeteg a tennivaló, és itt vagytok, csináljátok, és enélkül nem lenne sehol semmi. Mi köszönjük, hogy jöttök, hajrá! További szép munkát! A közben itt információ áradat van a háttérben. Hát, ha megtaláljuk ezt az utasi Petit, én nagyon-nagyon szeretnék vele beszélni, de az a baj, hogy nem látom, és ugye a kameránk és a mikrofonunk hatóköre azért be van határolva, úgyhogy nem mehetünk túl messzire innen. Szerintem egy következő etapot adunk. Úristen! Jézusom, már megint a markomosok. Oda sem megy fordulni, inkább erre fordulok. Úgyhogy a következő etapban szerintem jövünk utasi Petivel, hát a közben azért nézelődök, ám hátra elcsípem. Jövünk egy utasi Petivel, szeretné... Mancs, fédelj, vagy valamit csinálj. Jó, köszönjük.